Ez egy nagyon fontos nap a mi számunkra. Van itt rajtam egy kitűző. Erre a kitűzőre az van írva, hogy tettem egy lépést az egészségemért. Én ezt Renátától kaptam ajándékba, amikor elmentünk hozzá a Népegészségügyi Központba, és első kérésre azt mondták, hogy ők eljönnek Budakeszire és a környékre, mert most ez a busz nem csak Budakeszin, hanem Telkiben is van két busz, és holnap is lesz Budakeszin is két busz, és Pátyott is. Tehát összesen 56 ezer ember egészségmegőrzését segíti ez a mostani program. Nagyon fontos személyek állnak itt mellettem, nélkülük ez a mai program se jöhetett volna létre, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönjük nekik. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulásnak volt az a lehetősége, hogy a tettem egy lépést az egészségemért szlogenből egy egész térségre kiterjedő vállalás, egy tettünk közösen egy lépést az egészségünkért, most mindannyian tesznek egy lépést az egészségükért, eljöttek ide és igénybe veszik ezt a mai lehetőséget. Itt nagyon komoly vizsgálatokra lesz lehetőség, én minden esetre nagyon örülök, hogy ilyen nagy sikere van ennek a vizsgálatnak, és bízom benne, hogy az egészségmegőrzésük szempontjából mi is tudunk segíteni ilyen módon is. Az önkormányzatunknak egyébként nagyon fontos, hogy az egészségügyet itt helyben is fejlessze. A járóbeteg szakellátások ügyében nagyon sok mindent tettünk, felújítottuk az orvosi rendelőket, és reméljük, hogy hamarosan ez tovább bővülhet, és a művelődési ház mellett egy újabb orvosi rendelőt építhet majd az önkormányzat. Az egészségügyi világszervezet, a WHO is támogatja a budakörnyéki egészségprogramunkat, sőt idén az Európai Bizottság egészségdíját is elnyerte ez a program, aminek most a részeként ma itt lehetünk. A WHO mondja azt, hogy az egészséges és kiegyensúlyozott élet, tehát az egészség az nem a betegség hiánya, hanem a testi, lelki és szociális jólét együttese. Most erre próbálunk mi is valamiféle lehetőséget biztosítani, ma a szűrőprogramokkal, de egyébként az egészséges táplálkozás és a sportolás propagálásával is. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek, nagyon jó egészséget kívánok mindannyiuknak. Régi igazság, sokat hangoztatott igazság, de nagyon fontos igazság az egészség megőrzéssel kapcsolatban, hogy a betegség megelőzése, illetőleg a korai felismerése az rendkívül fontos. A legfontosabb lépés tulajdonképpen, és én ezért örülök nagyon, és ezért vagyok hálás mindenkinek, aki ebben a munkában részt vett és részt vesz. Hálás vagyok és köszönöm, hogy ezek a buszok itt lehetnek, a magyar kormány, a Nemzeti Népegészségügyi Központ, illetőleg, ahogyan polgármester asszony is említette, a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás együttműködésében. Megelőzés, korai felismerés. Ez két nagyon fontos momentum. És bár ezek a buszok nem a koronavírussal kapcsolatban vannak itt, azért engedjék meg, hogy egy mondatot erről is mondjak, hiszen minden nap beszélünk a koronavírusról. A koronavírusnál is a legfontosabb a megelőzés. A koronavírussal kapcsolatban egy megelőzés lehetséges, az oltás. Az oltás életet ment, az oltás hatásos, az oltás biztonságos, ezért én itt is és most is mindenkitől azt kérem, a sajtóképviselőink keresztül is, hogy vegyék fel az oltást, aki még nem vette fel, az vegye fel az elsőt, aki már felvette az elsőt, vegye fel a másodikat, aki a másodikat is, az pedig megfelelő idő eltelte után a harmadikat. Tehát a koronavírusnál a megelőzést az oltás jelenti, más betegségek esetében pedig az a munka, ami ezeken a buszokon zajlik, a szűrés, az állapot felmérés. Még egyszer köszönöm mindenkinek, egészségügyi szakembereknek, illetőleg mindenki másnak is, hogy támogatták azt, hogy ezek a buszok itt lehetnek, és egyébként, ahogyan szintén polgármester asszony említette, ezek a buszok bejárják a környéket, amiért nagyon hálás vagyok, tehát itt vannak Budakeszin, de lesznek Telkiben, Pátyon, Biatorbágyon, Pilisjászfalun, Perbálon, Budajenőn, Tinnyén, Nagykovácsiban és Herceghalmon is, tehát mindenkinek, vagy legalábbis sokaknak lehetőségük lesz itt a környékben arra, hogy az állapotukat felmérjék. Amikor az ember egészséges, akkor sok mindennel foglalkozik a mindennapjai során, és ez helyes is így. Amikor beteggé válik, megbetegszik, akkor a prioritási sorrend erősen megváltozik, és igazából csak az egészség válik fontossá. Pontosabban az egészség visszaszerzése, minden más, ami korábban fontos volt, vagy fontosnak tűnt, az háttérbe szorul. Tehát az egészség megőrzése, illetőleg, hogyha valaki beteg, a visszaszerzése természetesen rendkívül fontos,
a legfontosabb, különösen betegség idején. És ezt a kormány is tudja természetesen. Engedjék meg, hogy néhány számot azzal kapcsolatban, ami az egészségügy területén zajlott, megosszak önökkel. Budapesten és Pest megyében jelenleg 700 milliárd forintos kórházfejlesztés zajlik, ami a vidéket illeti, ott pedig 91 kórház felújítása történt meg 2010 óta. Országosan 54 rendelőintézetet, 107 mentőállomást újítottunk föl, továbbá létrejött 23 új rendelőintézet és 34 új mentőállomás is országszerte. 2010-hez képest a 2022-es esztendőben 1700 milliárd forinttal jut több egészségügyre. Tehát bő 10 év alatt 1700 milliárdot teszünk hozzá az egészségügyi kasszához. 2010-hez képest 170%-kal több pénzt biztosítunk a házi orvosok és a házi gyermekorvosok támogatására. Az orvosbéremelés pedig mindenki előtt ismert. Az orvosbéreket mostanáig nagyjából megdupláztuk, a növekedés tovább nő. A bérek növekedése a jövő esztendőben a 2,5-szeres mértéket fogja elérni. A Magyar Falu program keretében 412 orvosi rendelő épülhetett vagy újulhatott meg. És mindennek az egyik eredménye, és ezt is fontos hangsúlyozni, 2010 óta a krónikus betegségben elhunytak száma közel 17%-kal csökkent, ami nagyobb javulás, mint az Európai Unió átlagos 12%-os javulása, tehát a krónikus betegségben elhunytak aránya jelentős mértékben csökkent. Természetesen nem vagyunk az út végén, és nem lehetünk elégedettek, sokat kell még dolgoznunk, és sokat kell még tennünk, ezt mindannyian tudjuk, de azért dolgozik a kormány, hogy lépésről lépésre az egészségügy területén is legyenek fejlődések, fejlesztések és eredmények. Mindezt azért gondolom fontosnak hangsúlyozni, mert azok, akik bennünket támadnak az egészségügyel kapcsolatban is a magyar baloldalról, azok a következő idézőjeles eredményeket tudták felmutatni. Nemzetközi felmérések alapján az OECD adatai szerint 2003 és 2009 között egyedül Magyarországon csökkentek az egyfőre jutó egészségügyi kiadások. Tehát csak Magyarországon. Fizetős egészségügyet akartak bevezetni, illetve vezettek is be, amit csak népszavazással lehetett megakadályozni. A baloldali kormányok alatt 650 milliárd forintot vettek el az egészségügytől, 16 ezer aktív ágyat szüntettek meg, és 6000 egészségügyi dolgozót bocsátottak el, valamint elvettek minden egészségügyi dolgozótól is egy havi bért. Ezek az eredmények és ezek a számok állnak egymással szemben, amit talán akkor is fontos hangsúlyozni, amikor itt Budakeszin szűrésre van lehetőség. Azt kérem mindnyájuktól, hogy vigyék a hírét a buszok itteni működésének, tevékenységének, hogy minél többen részt vehessenek ebben a programban, és mérhessék fel az állapotukat, remélhetőleg jó eredménnyel, de hogyha netán valamit az orvosok, a szakemberek észrevesznek, akkor még időben tudják megfogni, és tudják a megfelelő terápiát javasolni. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet nevében örömmel számolhatok be arról, hogy a Budakörnyéki Önkormányzati Társulással, Nemzeti Népegészségügyi Központtal, az EMMI-vel, és ahogy polgármester asszony említette, a WHO-val és az Európai Unióval is együttműködésben immár 3 esztendős a Budakörnyéki Egészségprogram, amely az önkormányzati társulás 12 települése lakosságának az egészségét segíti, és államtitkár úr szavaihoz hozzászólva igen, rendkívül fontos a megelőzés és a korai felismerés. Ezek mellett a Budakörnyéki Egészségprogram a felismert betegségek hatékonyabb kezelését, tehát a gyógyítást, a terápiát, illetve a rehabilitációt is igyekszik szolgálni. A Budakörnyéki Egészségprogram egyaránt segíti a gyermekek és felnőtt lakosság egészségét, és vannak bizonyos kiemelt pillérei, ilyen az egészséges életmód támogatása, ami rendszeres örömteli testmozgást, minél egészségesebb táplálkozást jelenti a dohányfüstmentes életet, amiben szintén igyekszünk a Korányi Intézet részéről segíteni. És negyedikként nagyon fontos, hogy jelenti a szűrővizsgálatokon való részvételt is. A szűrővizsgálatok során arról van szó, hogy még tüneteket és panaszokat nem okozó stádiumban, tehát
korai stádiumban igyekszünk daganatos szívérrendszeri és más megbetegedéseket felismerni, és ennek pedig az az oka, hogy a korai stádiumban felismert betegségek sokkal nagyobb eséllyel gyógyíthatóak. Ez egy nagyon fontos érdek, fontos látni tehát, hogy az egészségesebb életmódunk, szűrés és utána hát a fontos következő lépések, tehát a kiszűrt személyek diagnózisa, vizsgálatai, kezelése, sőt a minél teljesebb emberi élethez való visszavezetése, a rehabilitáció a programnak nagyon fontos állomásai. Immáron országos jelentőségű mintaprogrammán nőtte ki magát a Buda környéki egészségprogram, amit az Egészségügyi Világszervezet többszörösen, és ahogy polgármester asszony említette, az Európai Bizottság is elismer. Tehát a programnak nagyon fontos elemét képezik a szűrővizsgálatok. Most konkrétan több településen elinduló programon tulajdonképpen az előbb említett betegségek szűrésére többféleképpen lesz lehetőség. A daganatos betegségek tekintetében, a hölgyek esetében méhnyakrák szűrésre kerül egy sor, ami nem csak a méhnyakrákot, hanem a rák megelőző állapotokat is felismerheti. Hasonló daganat szűrésnek minősül a PSA vizsgálat a férfiak esetében, ami az urológiai szűrés egyik eleme, amit aztán majd egy orvosi vizsgálat is ki kell, hogy egészítsen, tehát a kettő együtt jelent egy teljes értékű szűrést. Szívérendszeri betegségek tekintetében több fontos vizsgálatra sor kerül, vércukor, koleszterin meghatározás, vérnyomásmérés és egyéb vizsgálatok. Még a daganatos betegségeknél a szájüregi szűrés fontosságára hívnám föl a figyelmet. Ez szintén rákmegelőző állapotok korai felismerése, szájhigiéne javítása szempontjából nagyon nagy jelentőségű. A csontsűrűségmérés szintén fontos, csontritkulás korai felismerése lehetővé tehet olyan beavatkozásokat, akár gyógyszeres kezelést, amivel ez a folyamat fékezhető, és végül a légzésfunkciós vizsgálat pedig arról tájékoztat bennünket, hogy a tüdőnk mennyire egészséges, milyen teljesítményre képes. Itt már sokan, sok-sok lépést tettek az egészségükért. Mert ugye az mindenki előtt ismeretes, hogy a magyar emberek, a magyar lakosság egészségi állapota világviszonylatban is igen rossznak mondható. Ha élhetek azzal a hasonlattal, zordnak, mint a mai időjárás. Illetve a daganatos és szívérendszeri megbetegedések okozta halálozás tekintetében is, hát igencsak az élmezőnyben járunk a nemzetközi összehasonlításban. Ez a mai program és ez a nap, ami elindít egy hosszú-hosszú programsorozatot és egy együttműködést a Budai Egészség Központtal, illetve a budai környéki önkormányzatokkal, az egy újabb lépés, az egy közös lépés, mert én azt vallom, hogy csak akkor lehetünk sikeresek, ha közösen tesszük meg és közösen támogatjuk egymást a lépések megtételébe. Ez egy erő, ez egy erős demonstráció ez a mai nap, hogy itt elindult valami, és bízom benne, hogy évek múltán az élmezőnyi versenyzőkből valahol a sereghajtók leszünk a magyar lakosság demográfiai megbetegedési, illetve halálozási mutatóit tekintve. Na, arra kérek mindenkit, hogy a Covid-járvány közepette a távolságtartás szabályát tartsuk itt be a buszok környékén, maszkot mindenki viseljen a buszokon, a vizsgálatok alkalmával, természetesen amikor nem szükséges azt levenni, szájüregi szűrésnél nem lehet másképp a vizsgálatot elvégezni, ott nem kell, de egyébként viseljék a maszkot, arra kérek mindenkit. Hogyha valakinek felső légúti tünete, panasza van, az jelezze külön, és az ne álljon be a sorba. Jó, mert őt sajnos nem tudjuk fogadni, de a kollégáim megbeszélik vele a további teendőket. Itt mi bőrgyógyászat, nőgyógyászat kapcsán, urológia kapcsán, sebészet, ezek mind elérhetőek nálunk, ezekben tudunk önöknek segíteni. Bármilyen más ellátás felvetődik, ezeket a kollégáim el fogják önöknek mondani, hogy milyen úton, módon, milyen beutalóval, hogyan fogják tudni igénybe venni. Én azt gondolom, hogy ez egy hasznos mindenki számára előremutató együttműködés,
és nagyon-nagyon remélem, hogy az önök legnagyobb megelégedettségére, és hát az önök egészségmegőrzése érdekében a Budakeszi Egészségügyi Központ is mindent megtesz.